Halló? Szevasztok, szép estét! Péntek este van. Azt ígértem, hogy Outer Wilds lesz. Hát, ígértem, mondtam. Viszont hosszú napom volt, fáradt vagyok, nincs hozzá agyam. Így folytatjuk az annót. Amúgy is egy kicsit izgatottabb vagyok most annak kapcsán, hogy ott mi lesz. Ugyanis, hát mint ahogy a címből is látjátok, háborúban állok. Úgyhogy Willynek meg kell adnunk, ami jár neki. Nem mintha bajom lenne vele, csak hát így alakult. Úgyhogy kezdjük is. Sziasztok, jó estét, hello Miska. Látod, nem vesztem el. Na, itten is van a game. A Twitch is jelzett, hogy élő vagyok. A mobilomon. Köszönöm. Jó, na nézzük csak. Így van. Úgy ki vagyok égve. Na mindegy. Majd valamit csinálni kell a világítással. Kicsit sok. Jó, na tényleg kezdjük el, mert kezdjük el. Pontosabban folytassuk. Na, ugye ott hagytuk abba, hogy elfoglaltuk Willynek két szigetét. Egyet az új... nem, mindkettőt az új világban. Így van. Az új világban meg csak egy van neki, mert a nagymama már a többit elfoglalta. Úgyhogy... elvileg egy szigete van. Ma ez a program, hogy ezt elfoglaljuk. Meg pár apróságot, ami úgy jön szembe. Na! Itt is vagyunk. Hát igen, hajóink. Fleet ready. Your ship has returned from its voyage. Most értek vissza a hajók. Szuper. Attention for the admiral. Hát kapkodni nem fognak, mert tele van cucca mindegyik. Ez szerintem, igen, ez a szokásos járat. Szerintem... ezek is már jönnek vissza. Oké. Hát akkor gyülekezzünk. Ezt kitesszük. Ezt a sok-sok ágyút. Vagy hát ilyen fegyverzet alapanyagot. Ó, ez clipper, azzal nem megyünk sokra. És... ti is ide gyülekezzetek. Na, amíg ide érnek, kéne még fegyverzet ide. Mert ez nem valami sok. Maradjunk annyiba. Same old holiday game. I am writing a postcard. Oh, I just need someone to deliver it. Mire gondolt? Na mindegy. Jó, a lényeg, hogy... oké. Okay. Jó. Ez ad egy kis buffot a töreteknek. Csak beszéljek már magyarul is. Szóval ide kéne építeni még. Mindjárt megnézem, hogy... hát már van investor szint is. Na, nem olyan érdekes. Engineernél vannak... advanced weapon. Your harbor is under attack. Melyik? Ó. Tényleg izé, questbe vagyok. Basszus, ezt elfelejtettem. Na jó, akkor ezt gyorsan meg kéne csinálni. Elfelejtettem teljesen, hogy... de ezt gyorsan megcsináljuk akkor. Your harbor is under attack. Jó. Tartsatok ki.
Hát, jönnek, amennyire csak tudnak. Lehet, hogy mire ide jönnek. Ja, szerintem ezek mire ide jönnek. Nem tudom. Nem hagyott maradványokat. Itt mi a helyzet? Jó. Meg ha már így alakult, a hercegnőt is kicsit elsiesztjük. Jó, akkor ti... Ide vissza kéne jönni. More than ready. Te szedd össze ezt a maradékot. Become ghosts. Ja, ez nem tudja, akkor te szedd fel. Oké, és akkor vissza javítóhoz. Kéne menni Expeditionre, csak tele van a kezem. New orders? Big Betty. Ez kell az a 20 advanced weapon. Ami nekünk most még nincsen. Úgyhogy egyelőre nem csinálunk ilyen nagy védelmet. Úgyhogy akkor csak ilyen simákat rakunk le párat. An influence bonus. Hát egy párat letettünk, na. Jó, oké. Okay. Climb the rigging! Van-e valami hajó itemem? Trading channel, nem. Self-repair, oké. Okay. Hát, movement kicsit gyorsabb lesz. Jó. Csak ha már háborúba megyünk. Melyik? Ó! Oh. Hát bocs, még nem érek oda. Sajnos. Ja, és gyere már ide. Ship of the line reporting in. Hát nem kapkodnak, mondjuk ezek tele vannak cuccal azért. Alapvetően. Ezek gyorsabbak. An explosion in one of your factories. Basszus. A bánya. A vasérc bánya. Ez a fűrészüzem már sokat szóra ég, amúgy. Megoldjuk.
Csak idő kérdése. The fire has been vanquished. Szuper. Akkor ezt újra is építjük. Jó, rendben van. Oké, és hol van a... Ship of the line reporting in. Brought some joy. I am quite penetrated by your kindness. Attention for the admiral. Remek. Remek. Jó, akkor ezt rakki. És akkor te is gyülekezzünk. Na, mit csinált a nagymuter? Hát... Nem sok mindent, ezt az Oil Harbort dúrta le. De amúgy... Na, mindegy. Amúgy ez a fő szigete a fickónak. Ezt azért nem lesz egyszerű befoglalni. Úgyhogy lehet, hogy előbb ide jövünk el. Aztán, ha már egy kicsit bontotta, akkor folytatjuk itt. Hol van még kikötője? Itt. Hát ezt a kettőt. Hát leszedjük, meglátjuk, meglátjuk. Megpróbáljuk. Ha még ma ide érnek, persze. Közben itt van egy quest, ezt megnézzük. I'm happy as a sandboy. Will you build us another castle? I'm only a cog. It's you what pulls the levers. Valakit meg kell találni. Ah. Őt. Tüntet? Ja. A promise kept. Kaptam egy körfűrészt. Az vajon mire jó? Carpentry. Jó. Majd ha lesz, akkor használjuk is. A competitor's island withstood an attack. Nem sikerült elfoglalnia. Oh, it's you. Are we supposed to be at war? Na jó, akkor elfoglaljuk ezt a kis szigetet. Ez szerintem könnyű. És akkor utána megpróbáljuk ezt ledúrni, majd itt ezt a másik oldalt. Aztán meglátjuk, mennyi hajó marad, aztán jövünk ide előre. Nem biztos, hogy sok értelme van, mert lehet, hogy mehetnénk rögtön előre, de... Hát, na mindegy. Így lesz most. Ezt lehet, hogy kéne léptetni. A kurva sokba kerül, de... Hát várok még vele egy kicsit. Megjöttek az ablakok. Meg a szivarok. És nem tudom kitenni. Padi, persze, nyugodtan. Hát az, hogy tudok-e rá válaszolni, arra nem esküszöm meg, de nyugodtan kérdez.
Lehet, hogy akkor csak léptetni kéne. Attention for the Admiral! Kidobni meg nem akartam az üveget. Ship of the line reporting in. Szivart is kitesszük. Good and ready. Ez a szokásos szállítmány. És még itt jön egy beton. Ready for a challenge. Jó, jól állunk. De komolyan néz ki ez az izé, hogy így felújítottam. Menő. Mi ez? Trading post. Menő. Csak ide értünk. Jó, akkor megvárjuk a napfelkeltét. És támadunk. Fejlesztés tanulsz, Padé. Aha. Hát ez egy jó belépő egyébként. Ship under attack. Melyik? Mindegyik hajó itt van. Ja, itt. Aha. Hűha. We're damaged, Admiral. Ez baj. A ship was destroyed. Melyik nyelvvel érdemes kezdeni? Hát... Climb the rigging! Ez nem egyszerű kérdés. Alapvetően... én ezt inkább úgy közelíteném meg, hogy először tanulj meg programozni, és ahhoz válasz egy nyelvet. Most ez lehet, hogy furcsán hangzik, de... ugye azért a webfejlesztés, vagy a szoftverfejlesztés azért más. Nagyon más. Szóval én azt javasolnám, hogy keresgélj olyan könyveket, ami ilyen bevezető programozás, és lehetőleg ilyen szoftverfejlesztés, tehát ilyen szoftverfejlesztés hangsúlya. Amit én javasolnék, az a Bjarne Stroussupnak van a programming könyve. Az egy nagyon jó bevezető, magyarul nincs sajnos. De hát ez van, tanulj meg angolul, ha még nem tudsz. Mert ez az alap. És ez a könyv, ez tényleg így ilyen szoftverfejlesztés szemszögből vezeti be a programozást. Nyilván egy hosszú könyv, vagy 1500 oldal. Ha esetleg van benne olyan rész, ami neked egyértelmű, vagy könnyű, vagy már tudod, akkor azt nyugodtan átugorhatod. De alapvetően én ezt javasolnám neked.
Kis önreklám, egyébként az én YouTube csatornámon is van egy ilyen playlist. A előző félbe oktattam bevezetés a programozásba tárgyat itt az egyetemen, és mi hogy online oktatás volt nagy részt, ezért megtaláld a YouTube csatornámon, ha gondolod. De mindenképp a könyvet azért nézd hozzá, illetve programoz sokat. Gyakorolj sokat, mert ez a fő. Az egyébként C++-ban van. Hát ez most szemlélet kérdése, hogy mivel érdemes kezdeni. Én szoftverfejlesztésre ezt ajánlanám. Nem azért, mert könnyű, hanem mert nehéz. Jó? De ez csak egy javaslat. Sokféleképpen lehet ezt csinálni, meg azért nincs még ennek kiárt, meg olyan útja, hogy most akkor ez a biztos. Én ezt szoktam javasolni. Na, azt a trade route-ot majd meg kell javítanunk, mert ott elsüllyedt a hajónk. Viszont mivel kell fel a nap, ezért támadunk. Hát az szuper, ha a nyelvvel nincs gond, az már fél siker. Na, sikerül elindulni? Lehet, hogy elkezdek gyártani pár hajót. Mert... a sosártalan. Hát meg kicsit a lakosságot léptetjük. Mármint, hogy szintet. I like being oppressed. Jó. Ja, semmi gond, Padi, nyugodtan. Egyébként 2 hét múlva indul a Prog1 kurzus, ha gondolod, oda is benézhetsz itt Twitch-en élőbe. Ha minden igaz, hétfőnként 4 órától lesz az első epizód, 7 órától meg a második, minden héten. Várlak szeretettel, ott is nyugodtan kérdezhetsz bármikor. Warm sun floods the meadow. Ellátási gondok vannak. Annak nem örülök. Nincs se varrógép, se kabát. De hogy nincs? Ez probléma. Kell még kabát gyár. Na. We've run out of gabbins. Look busy, people. Kép, Adi. Na, kevés a kabát, ami baj. Meg a varrógép is. Ah, shit. Na nézzük akkor. Kabát, üzem. De mondjuk, hogyha léptetem őket, akkor... hát igen. De hol van? Itt van. És lehet, hogy csak egy van ez a gond. Akkor leteszünk még egyet.
Most még ember nincs rá. Varrógép is kevés van, de az varrógépen van. Leisure sparks the mind. Itt két üzem van, mert most csináltam még egyet. Ugye már kellett. Közben a hajóim mindjárt odaérnek. The finishing touches, and there. Kicsit lentebb volt véve, adtunk rá. Reméljük ez azért úgy valamelyest megoldja. Hát meglátjuk. Reménykedem benne. Meglátjuk, minthogyha stabilizálódna. Jó. Közben ránézek itt akkor, mert közeledünk. Szerintem ezzel nem lesz gond a kis szigettel, meg szerintem ezzel sem. Tényleg minden azon múlik, hogy mennyi hajón marad a támadások után. Ship under attack. Mondom, Padi csak. Jó. Érdemes egy nyelvet megtanulni jól. Hát, Padi, én erre azt szoktam mondani, hogy... Hogyha... mondjuk megtanulsz jól C++-ba programozni, akkor az azt jelenti, hogy tudsz programozni objektumorientált paradigmát, már követve, meg generikus programozást követve, meg procedurálisan. Inkább én azt mondanám, hogy értsd meg és sajátítsd el ezeket a különböző programozási, hát paradigmáknak hívják. És ha ezeket megérted, meg ezeket már úgy tudod használni, akkor utána már az, hogy az adott programozási nyelven ez hogyan van megvalósítva, azt tulajdonképpen csak úgy meg kell nézni, be kell gyakorolni, meg az adott nyelvnek. Tehát sohasem a nyelvre helyezd a hangsúlyt, mert tudod, ezek a programozási nyelvek, hát én mondom, hogy jönnek-mennek, de azért na, igen, évtizedekről beszélünk. A programozást ilyen alapjait, meg az egész logikáját tanuld meg. És akkor utána már egyszerűbb lesz a nyelveket is úgymond elsajátítani.
De való igaz, hogy ahhoz, hogy megtanulj programozni, kell egy programozási nyelv. Mert ugye programozni csak úgy lehet megtanulni, ha programozom. Ha érted, mire gondolok. Oké, és... Na, csapassuk. Most jön a neheze. A sérült hajókat hátrahagyom. Hogy ne őket lőjék. Először legalábbis. Fleet on point. Ship under attack. Oké. Stations. Tűnik. Így van, a saját projekt a legjobb egyébként. Hát tényleg az, azzal tanulsz a legtöbbet. Itt rendben van. Jövünk erre, csak kettő van. Tehát ez gondot elvileg nem okozhat. Elég szép létszámban vagyunk. Úgyhogy gyerünk. Na, itt ez a rész lesz, ami tényleg kérdéses. Hát 2, 3, 4, 5, hát 6 ágyú. Ja. Ez nem kevés. Ezek nagyon le vannak. Hát inkább hazaküldöm őket. Bár... We're not sunk yet. Megállunk egy kicsit, mert ship constructed. Van itt ilyen self repair. Hát. We are somewhat ide. Lame. Hát valamelyest javul kicsit gyorsabban. Van-e még ilyen az a kérdés? Damage, attack speed. We'll fight on if you need it. Nincs. Movement speed. És hova megy? Oh!
ez mindent megmagyaráz. Új, Tony, Szelfikér 600%. Akkor ezt el... the attack, or your siege will end. Oh, shit. Haladni kell. Melyik hajóba volt? Climb the rigging. Shit, nem tudom, melyik hajóba volt. Kidobtam. Csak nem dobtam ki. Hát nézzük, nem tudom. Ja, itt van. Túl fáradt. Haladni kell. Jó. Lame. Na gyerünk. Két perc. Szűkös. Ez még itt kúrlok. We'll fight on if you need it. Fleet awaiting orders. Most hátszél van, úgyhogy repülnek a hajók. On point. Ship under attack. Ezt aktiválni kell, ezt a dobozt, így minden világos. Jó, fura volt, hogy nem hill el. De most már igen. És gondolom ezzel is használódik. Hát a semminél jobb. Ja nem, csak cooldownra megy. 30 perc. 30 másodperc. Jó, hát még lehet addig odaérünk a túloldalra. Na hát gyerünk. Aztán próba cseresznye. Közben ezt itt javítják. És ez kész lett. Nem tudom miért jön be ide a... Semmi értelme. Nem mindig. Elegant solution. Mindig kevés a varrógép. Oh, sweet fancy. Bless you. Na, majd megjavítjuk ezt a problémát. New orders? Hát van 5 full HP-s hajó, egy majdnem.
meg két feles körülbelül. Azért ez nem olyan rossz. Ship of the line reporting in. I. Resume the attack or your siege will end. Okay. On point. Ship under attack. Hol? A new commission? Yep. Adok már neki egy kíséretet. Hát ha az segít. Na most beálltak a szembeszélbe. És sehova. Attention for the admiral. Let the sails fill. Hát teszik, hogy most javítsa azt. Fleet, engage. Ship under attack. Stations. Na. The ghost, the money, came back to haunt me in the end. Suppose we can talk about it now, reporting in. Na. Ez sikerült. We all need a plan B. Jó, összeszedjük itt a cuccokat. Ha lenne olyan hajó, ami üres. More than ready. Izzó. Egy csomó izzó. Szemüveg. Steelsman. Ennyi. Nem is tudom, hogy ennél a szigetnél itt nem kaptunk semmit. Meg gondolom, akkor erre se. Nem. Jó, akkor csak itt van a... Attention for the admiral!
Valaki vegye már fel. Cuccom lesz, hogy már nem tudom majd hova rakni. Drive the rigging. Ship under attack. De ez mi csinál itt? Ez ilyen hülye? It's ready to go. De all-out attack-en van ez is. Na nézzük az újságot. Tökéletes, minden szuper, mehet. Mehet, nagyon jó. Menj már. Set sail. Bemegy az ellenség közepére. Na, kéne egy clipper. És akkor gyorsan el kéne hajózni ide a cuccokért. Még mielőtt... ez is tele van. Még ezt el tudom tenni, de nem. Attention for the admiral. Oké. Jó, hát ezek tele vannak. Úgyhogy ezeket vissza is hozom ide. Ez nem tudom mi. Egy propeller. Oké. Okay. Hát ezek is tele vannak. Úgyhogy akkor ezek is jöjjenek vissza. A kis clipper meg szépen elmegy a maradékért. Reméljük ott marad. Jó, na, Willit elfoglaltuk ünnepélyesen. Hát legyőztük. Hát vannak gondok azért itt a nyersanyaggal. Hát igen, picit föntebb vesszük. A halat, meg a ruhát is. Meglátjuk, hogy ez mit eredményez. Hát lehet, hogy a rummal is egy picit. Picit. We're in a good spot. Bólus minusz egy. Hát az mi? Life is so-so. Férjen bele. Ó, ezek meg messze vannak a... Nincs kocsma. Oda még nem építettem utat. De buta vagyok. Mondjuk se kocsma, se tűzoltóság, mert szerintem az is messze van, úgyhogy akkor gyorsan ledobunk egyet mindkettőből. Na. Jó. Gép még mindig egy picit kevés. Free to trust my impulses. Na, hogy áll a happiness-etek? Happy. Jó, akkor egy picit adunk a... Aztán, ha ez se elég, akkor építünk
építünk még. Ah, és eltűnt a flotszem. Ez baj. Na mindegy. Elment a lút. Jó. Majd csak győzzük kirakni a lootot valahova. Just say the word. Okay. Direct current now. Nincs elég olaj. Jó, hogy most jön a szállítmány. Nem. It's a surprise inspection. Most, hogy... Hát nincs olaj. Aha. Értem. Mindent értek. Kell még olaj. Na most itt van még egy olaj oil field. Ez eddig oké. Okay. De máshol itt szerintem nincs. Igen, ez a négy van. Aha. Jó. Ezen a szigeten nincs. Ezen sincs. Itt de majd szőlőültetvényt kell idővel. Hát ezen a szigeten van. Ugye ezt most foglaltuk el Willitől. És itt van egy, itt lehetne Oil Harbort is építeni. Ha. Ezt csak megcsináljuk. Idővel. Mert az az igazság, hogy így most már... megjöttek a hajók. Így most már, hogy itt is ugye van elektromosság. Ugye? Így már kevés az olaj a gyárakba. És például az óragyárba, meg a kerékpárgyárba kötelező, hogy legyen. Na, pakoljunk ki. Kitesszük a lootot. Ship under attack. An empire covers both land and sea. Ready for assignment. Valamint majd a hercegnővel is csinálni kell, ez így nem oké. Attention for the admiral. Na hát most már bicikli is van. More than ready. Végtelen mennyiségbe. New orders. On our way. Hmm.
Heroes become ghosts. Steel's much soon they'll have nothing left. Hát te mit tervezel itt? Nem meg akar támadni. Ship of the line reporting in. Nincs hely szemüvegnek, annyi van. Akkor lehet, hogy a szemüveggyártást vissza is vesszük. Ahonnan egy is mi... jó. Rendben van. Melyik? Ez baj. Damage notwithstanding, Admiral. Ship under attack. People celebrate your leadership. Hát igen, ez a hercegnővel lesznek problémák. Nem hagy majd élni. Time the rigging. Okay. Jó. We'll give it our best. Hát erre csak ráteszek egy kísérőhajót. Biztos, ami biztos. Na, rendben van. Jó. Hát és még úgy tűnik, hogy a varrógép probléma is megoldódik. De itt áram még mindig nincs. We lack the requisite materials. Ship under attack. Megint. Én csak így csipeget. Attention for the Admiral. Jó. Hát az építünk hajót biztos, ami biztos. Jó. És itt ki is simult minden. Úgyhogy akkor... Above the madding crowd. Picit léptetünk. Csak hogy jobban fogjon a szemüveg. És workerből is van sok. Úgyhogy itt is lehet egy kicsit léptetni. Elfogyott a deszka. És farmerből is van rengeteg. Aha.
Hát akkor lehet, hogy abból is léptetünk. Nincs deszka, várunk, hogy legyen deszka. Jó. More than ready. De is kéne fegyverzet, mert itt semmi nincs. Na, teszek is le párat. Ha lesz nyersanyag, meg is építjük, mert ugye ez még csak a blueprint. Építjük meg, majd kéne a új világba is, mert meg tényleg semmi védelem nincs, és azért az aggodalomra ad okot. És propaganda nélkül pluszba vagyunk. Tökéletes. Ez remek. Ezek miért üresek? Mert ide hozzák az összeset. Ha. Érdekes. Ezen kell dolgozni, és valószínű amúgy, hogy innen fogunk olajat hordani, mert ide tudok szőlőültetvényt is tenni. És akkor ezzel a szigettel nem különösebben kell foglalkozni, ha csak nem szenet innen hordani, bár az van itt is szerintem, nem itt nincs. Na, akkor a szénbánya kerül, ide meg olaj, mert itt van egy csomó olaj. Lelőhely. És szőlőt fogok innen hordani. Jó. Na, ezt kitaláltuk, csak itt még... Azért van mit csinálni. Kevés lesz az a varrógép. Főleg így, hogy nincs áram, így meg főleg. Lehet, hogy ez a fő probléma, hogy nincs áram. Igazi. Na elvileg ez most oda megy, ha minden igaz, hova menne. De hogy lett üres?
Jó, jó, én vagyok a hülye, rosszul nézem. Hát ezzel még dolgozni kell, mert ez így nem jó. Jó, hát ezt majd kitaláljuk még. Oké, és na, nézzünk szét, hogy kis diplomacy, hogy a princess, hát igen, ő erősebb még. Nézzük meg, hogy milyenek a... Hát itt van egy kis sziget, de azért ágyú itt is van, bőven. Hoppá. Itt is van. Hát ez is bevehető, amúgy. Van. Erre nincs már semmi. Hát ez is bevehető, bár ez már nehezebb mindenképpen. Ez olyasmi, mint Willynek volt a főszigete. Jó, itt van egy kis sziget. Itt van egy kis sziget. Itt is van, hát igen, ez is nehéz. Ez is nehéz. És ráadásul itt is gondolom több van. Hát igen, ez nem... Ez már azért nehezebb. Meg ő is előre jár. Hát itt is már investorok vannak. Jó, hát ez nehezebb lesz, de megoldjuk ezt is majd idővel, de még az egy kicsit fejlődni kell. You've always been a sharp one. Jó. Na, benézek az új világban, mert ott voltak gondok. We can load up in a day and... Na. Akkor ezt az útvonalat most itt megállítom, mert room itt is van. Vagy lehet, hogy itt nincs, de majd... Hát sugarcane lehet, úgyhogy lehet, hogy itt csinálunk. Van itt room azért. Jó, úgyhogy... Ezt beállítjuk, hogy hordja a dohányt. Nem mintha nem lenne elég, de ezt be kéne állítani ilyen trade route-ra. Mi volt a hajó neve? Fear. Ja, ez volt az. Oké. Okay. Ez rendben van, és akkor ez nem kell. Jó. És akkor te pedig kísérd. Ezeket a hajókat nem kísérd. Ja, ez tele van dohánya. Ezzel se tudok mit csinálni. Jó. Annyira nem vagy nagy a baj. Kicsit építkezni kéne. Csak nincs fegyver. Jó. Na ezt tovább kéne fejleszteni, kéne acél meg üveg, meg akkor hozunk fegyvert az óvilágból. Kéne egy hajó. Nem te. Mondjuk te.
viszünk oda nyersanyagot, és akkor kicsit fejlesztünk ott is. What I wouldn't give to get out of my shuttered bureau. Distraction quest. A tiny crack of light. Az megy mostanába. Úgyhogy akkor erre gyorsan ránézek. Ó, itt van közel. Fleet ready. Gyorsan odaérünk, mert pont hát célba. Na akkor mit mondtam? Kell fegyver, üveg, vagy ablak pontosabban, meg acél. Jó, na és akkor irány Lysla. Akkor ennek is adunk egy kíséretet. Csak hogy nem baj legyen. Tappon megépült egy hajó. Ez szuper. Na sikerül. Hova? Csak sikerül megtalálni. Ha ott vannak. Fleet awaiting orders. De lementünk mínuszba. Na majd mindjárt megnézzük, hogy mi a baj. Szerintem a varrógép elfogyott. Csak meg kell javítanom azt az áram problémát. Prepare to fire. Igen, a varrógép fogyott el, meg a rum. De azt szerintem jön mindjárt. Így van. Ez az, hogy rumot még venni se tudok. Ez kicsit úgy egyenletesebbé tenni a dolgokat. Na, ebben most van 22 vödör olaj. Ha jól értem. Hogyják ezek az olajat csak ide? Tehát amoda nem viszik. Fenelje meg, de miért nem? Szimplán csak zárja meg az utat, azt... Lehet ideiglenesen most jobb ötletem nincs. Lehet, hogy itt eldózerolom a... az utat. Hát, meg kell tanulni ezt is, hogy hogy működik, de... Kéne még egy sínpár. Béna ez a dolog egy kicsit. Szerintem. Na,
hát ez is üres. Ja, valószínűleg kéne még egy simpár. Investigations been fruitful. Case closed. Kis money az sose árt. Ship of the line reporting in. Főleg, ha ilyen egyszerű a dolog. Gyanús, hogy mindegyiknél rohadt sok kávé van. Miért van ilyen sok kávé? Ship under attack. Nagyon. Sokan sokan. Elijesztettem őket, de we shall prevail together. Nem volt jó megoldás azért. Valamit ki kell találnunk. Na, most már van áram. Always harder with someone at your shoulder. Ja, ez is most már beindult a termelés. És úgy néz ki, hogy van elegendő varrógépünk. More than ready. Csak itt akkor meg el fog fogyni előbb-utóbb az áram. Na, csak streamen kívül megnézem, hogy hogy működik ez a vasút, mert kezd egy kicsit bosszantani. Megnézem, hogy... Hát... Kávéból azért fogyhatna. Szemüveg az semmi, az... My soul has leave. Pörgessék az ágyukat, fog kelleni. No less than we deserve.
The people celebrate your leadership. Schooner reporting. Let the sails fill. Your willow may yet offer shelter. Hát jó. Jó, de van alapvetően. Na ezt tényleg meg kéne tanulni, ezt a sínépítést, hogy hogy van. Ezt majd megnézem, mert olyan, olyan fura. Your ship has returned from its voyage. Aztán meglátjuk. Közben megjött a szállítmány ide a Lyselára. Itt kell az ágyú, tehát itt gondok is vannak. Nincs varrógép. Hát ez az világban sincs most elég, sajnos. Revolution bore fruit. Úgyhogy lehet, hogy elkezdünk itt olajat építeni. Hozhattam volna betont is, basszus. Jó. És gondolom varrógép akkor így. Jaj, de nem is kell, mert még nincsenek annyian. Kaja egy kicsit kevés. Talán. Egy hullámzik. Jó, hát akkor ez lesz valószínű a következő dolog, amit itt meg kell javítani. Itt a dohányültetvények, hát gondolom itt alapvetően rendben van. Itt még fesztivál van. Oké, ó, és itt is van olaj. Itt meg van egy arany, hát ez most talán nem olyan érdekes, de ezt is majd még kiaknázzuk. Jó, jó, jó. Na. Oké, és úgyhogy akkor itt építkezzünk. Egy kis védelmet. Húzba. Itt ugye egyelőre ez az egy kikötő, ja, ez is van még itt, aha. Hát... miért is ne? És akkor ez pedig... fejlesztjük. És ennél tovább nem is lehet fejleszteni. Jó. Legalábbis, ha jól értem. A dohány egy részét kiraktuk. Legalább. Jó, ezek meg üresek. Na. Akkor nézzük itt. A rógépből van még mindig hiány. De másból nincs.
Úgyhogy ha az óvilágba beindulna a varrógép gyártás, akkor ez is itt is rendben lenne. Tulajdonképpen. Megnézem már ezt a questet. Life is great here. We can set an example. Ó, kell róluk egy kép. Ship under attack. A dolgozó nők. This will bring us closer to the dream. Na innen. Hát közelebbre nem nagyon tudtam. You're faster than the old Honolero. Rioter Immunity Act. Mondom, az a forradalom ellen jó. Tehát, hogy ne kezdjenek el hőzüngeni. Mármint, hát ez hülye hangzott, lázad. Na mi ez a tömegjelenet itt? Set sail! Hűha. Valami betegség fölütötte a fejét. Na, melyiket támadták meg? New orders? Nem látok semmit. Lehet már elhúzott. Hát igen, ezek a... gyanús. The Yazi, sons of dragons. Shall devour you. Ready the ropes. De hova megy? Tortillát visz a szomszéd szigetre. Hát haver. Make sail. Te várd itt ki, hogy meggyógyuljanak az emberek, ne horcibálja szét a vírust. Na, akkor csak vissza kell mennem, és akkor hoznom kell ide egy kis nyersanyagot. Még kéne acél, meg beton. Még tégla sártana, de azt így gyártják. What brings you here, Governor? Ja. Good and ready. Akkor we shall prevail together. Jó, meg is gyógyultak az emberek. Újabb quest. I don't like to ask for mass. You've been good to us. Mm-hmm. There's only a few things I remember were better when I was young. Kell róluk is egy fotó. Tökéletes. You kept your word! Fabulous feed yard. Ship under attack. Affects animal farms plus 70% productivity. Jó tudni. Ez is
Csabúri pedig csak itt tök ártalmatlanul elmenne. Baszki. Stations! Cukor. Ready the ropes? You can rely on us. Na menjünk egy kicsit messzebb, ne itt ácsorogjál. Ezek a járványok. Kéne itt varrógép. Nagyon kéne. Akkor nem lesz elég lakó ide az olaj, vagy hát munkás ide az olaj finomítóba. Hát finomító. What's down in the hold is my concern, not yours, dear. Itt van egy quest, ezt megnézzük. You'll get the job done, and done well. Delivery. Don't you go letting all barrel down now. 18 tonna üveg ide. Stand aside. Van itt annyi. Üveg ablak akarom mondani. Van. Ship of the line reporting in. Még lehet kap ajándékben 46 tonna dohányt is. Oké, 18, így van. Ide. Még jó, hogy pont hoztunk. Nagyon kéne ez a varrógép. De így sincs. Elegendő. I'm missing particular materials. Most meg acél nincs. We have reached capacity. Hát akkor. Now, where was that master switch? Ott ünnepélyesen megállítottam. Stand to attention for the boss. Everything's rather fragile. Elfogyott az acél. Ship under attack. Stations! Workforce shortage. Falcon ready. Jó. Rendben vagyunk. Oké, hát ide akkor kell írógép. Írógép? Az ki varrógép. The people celebrate your leadership. Úgyis fesztivál van itt most. The people celebrate your leadership. Ditchwaterbe is. Ez meglepő. Do you have a luncheon recommendation?
root has a minor issue. Hát ez nem minor issue konkrétan, hanem... Your ship has returned from its voyage. Itt alapvetően a gyógyulás folyamata zajlik. De még nem ért ide, hanem csak belépett ide a zónába. Igen, ezzel kell majd vinni. Let's put that cheaty job behind you now. I bet you're glad to see the back of that. Evittük az öreg lánynak az üveget. Kicsit megy már arrébb, mert pont itt a trade útvonal van. Na, viszont akkor... Attention for the Admiral. Te gyere is vissza ide. Na, jó lesz, jó lesz. Jó lesz. Mint egy kicsit ugye népesség is. Ja, jött varró... Megint majdnem varrógép. Varrógép. Nem írógép, varrógép. Ez fontos. Jó, úgyhogy pont mire visszaér szerintem a... Hát mondjuk lehet addigra pont megint elfogy. Vagy lehet nem... Vagy vegyek. De ez milyen dolog már? Mondjuk jobb ilyen. A pezsgőnt meg majd hazavisszük az óvilágba, mert itt nem fog kelleni. Ezt határozottan állítom. Jó. Fogjuk rá, hogy úgy rendben van. A létszám úgy tűnik, hogy jó lesz. Acélt kurva sokat kell hozni, mert itt vasutat is kell építenünk. Acél, hát tégla az szerintem lesz. Már azt azért csinálgatják. Meg kell beton. Ja. Na nézzük, hol tartanak. Awaiting new horizons. Pont szembeszél van. Na, elfogyott a rum. Ja, kitör a lázadás is. Építeni egy olajkikötőt. És akkor ide be tudnánk tápolni az áramot. Ez
hogy nem. Workforce shortage. One per island. Okay, értem. Tehát szigetenként csak egy lehet. Jó, hát ez sok mindent megmagyaráz. Miket most már letesszük. Akkor csak ki kell agyalni, hogy hogy legyen, hogy járjon a vonat mindenfele. Nem működik ez a softhack, hogy... Na mindegy. Na, ez majd stream után elolvasom, megtanulom, hogy hogy működik, csak... Na jó, megérkezett a room, ahogy látom. Hát, vagy nem. De hol a room? How about a cup of coffee? You've been playing for 2 hours. Nem is megy azóta a stream. Lebuktam. Good and ready. Valami gyanús itt nekem. A new commission? Jó. Hát lassan halad a szállítás, na, maradjunk annyiba. De hát ez van. Úgy tűnik, hogy az acél kevés. Úgyhogy a fegyvergyárt most leállítjuk. We are missing all the elements to produce a reaction. Mi sose jó men, hogy leállítjuk a fegyvergyárat, de... Most ez fontosabb. Nincs egy kaja. Meg poncsó. Eddig elég volt. Nem is tudom, itt... Igen, itt a banánültetvény, itt a pokkafarm. Vagy itt nincsen... We're up to our eyebrows. Kávé annyi van, mint a szemét, ami nem olyan nagy baj. Lehet kevés a kaja. Még banán van, olaj van. Hát akkor leteszünk még egy izét.
így már biztosan lesz. Legalábbis. Remélhetőleg. Na most meg a rum fogyott el. Basszus pedig. Ja, mert ide nem hordom a rumot. Ez meg a tortillát hordja. New orders? New commission? Workforce shortage. Viszünk egy kis, teszünk fel egy kis rumot, de nem ennyit. Na és akkor ez már, ha minden igaz, akkor fogja tudni hordani a rumot. A challenge. The main good and ready. Hát ezen is van még mit javítani. Sokat teendő nagyon. De jó. Kés. Kezd kisimulni itt is a dolog. Úgyhogy akkor... hát itt még mindig nincs varrógép. I don't have all I need for my canvas. Complete stop! Hide the bottle! It's the boss! Hát, most építsek még egyet? Az a kérdés. Ugye kell szén, meg vasérc. Hát, szénbánon csak egy van, vasérc mondjuk kettő, ezekből mennyi van? Vasércből annyi, mint a szemét. Szénből meg nem. Not much left to do today. We put our love into this. Hát csinálunk ilyen kiant. Lehet ezt nem éjszaka kéne csinálni, és akkor látnék is valamit. Where do we take the stuff without a warehouse? Mondtam, akkor téged meg bekötünk emide. Na.
Szerintem ez is nem ez jó. Talán most már akkor lesz szén. Elegendő. Vagy hát kicsit több. És akkor letudunk még egy ilyen... ilyen egységet dobni. Ez lesz a negyedik. Hát talán... talán így már elég lesz. Meglátjuk. Szóval Szolgyi, semmi gond, mindjárt végzünk amúgy. Még egy olyan négy órát itt próbálgatom. Mi az, hogy nincsen? Ez baj. Workforce shortage. Na, már érkezik. Jó, jó, jó. Oké, és többi. Ja, ez hordja ide. De miért nem rakja ki? Ready for a challenge. A kaucsukból annyi van, mint a szemét. Jó. Hola. Ez is már, ez is érkezik, jó. Good and ready. Miközben ez is ideért, na akkor ebbe kell a cél. Kis beton. A cél. Mi kellett még? Ennyi, ugye? Hogy itt a olaj megépüljön. Beton a cél, hát 52 a cél kell csak ez, úgyhogy akkor az még egy adagot teszek be. Szerencsére abból van. Ready for a challenge. Jó, hát más. Varrógép továbbra sincs. Hát más nem kell. Jó, na hát akkor... oh, nem ez kell. Bocs. Irány le is le. Te meg menjél vele. Oké. Okay. Jó. Rendben lesz, rendben lesz. Még úgy seg Szolgyi amúgy. The tubes await some throughput. If you want to get ahead, keep on the move. No. Hogy egy ilyen kevés vitorlánk van? Hol a vitorlagyár? Mit nyomtam meg?
New orders, Admiral. Na mindegy. Hát igen, a olvasásba bele lehet mélyedni, igen. Meg úgy jó dolgokban, hogy alapvetően viszonylag könnyen. Majd beszéljünk már, említetted Soldier-t, egy cikket. Majd beszéljünk már erről. Ha még aktuális. Ne itt most, hanem majd. Egy vitorlagyáram van. Úgy tűnik, hogy lesz most már varrógép is. Semmi gond, Szolgyi, gondoltam, hogy kiment a... Írjuk live-ban a cikket? Hát, nem is hülyeség amúgy. Én gondoltam, hogy gondolkodtam azon, hogy ilyen kutatási dolgot itt kéne csinálni. Nem egyszerű. Meg lehet, hogy nem is túl izgalmas, de amúgy lehetne. Nem hülyeség alapvetően. Csak végig kell gondolni, hogyan vitelezett ki, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Anno azért gondolkodtam azon, hogy a... Hát amúgy is volna ötletem így a közlekedés szimuláció kapcsán egy pár dolgot kipróbálni, ilyen kutatási dolgokat. De az külön érdekes lenne, hogy azt a témát, amit mondtál. Mert szerintem az sokaknak izgalmas lehet. Csak kérdés, hogy szabad-e? Mármint, hogy az adatokat meg úgy ezeket a dolgokat tekintve, tehát hogy ilyen jogi szempontból, meg licenc, meg etikai. Ugye, mert azért, amit te említettél, ott azért etikai dolgok is felmerülnek. Na. A biznisz pörög. Megvárjuk, hogy ide érjen a hajó, és akkor ezt még megcsináljuk. Meg jó lenne kiagyalni, hogy hogy lehet hajóval szállítani egyébként. Az fogalmam sincs. Gondolom cargo ship kellene hozzá. Csak ilyen hajón még nincsen. Mindegy, megépítjük, aztán lesz. Hát Soldier akár azt is lehet. Vagy nálam a 3080, hogy teszünk mellé egy hőmérőt. Csőpara. Üdvözöllek, szép estét. Para, csak szólok, hogy Clan Games van, ha érdekel. Nehogy lemaradj róla. Vagy nehogy lemaradj a dobogóról. Ez nagyon fontos. You've got potential, and Beryl knows how to ring it out. It's a simple business. Szuper, szuper para. Ránézek gyorsan erre a questre. A világban van. None of your business. Police awaiting orders. Két hajóval elugrunk.
Ja, tarkovozó. Az is jó. Gondolkodtam, hogy én is kipróbálom, csak ez ilyen az olyan hosszabb lélegzetvételű projekt, én úgy gondolom, tehát az nem csak ilyen, hogy leviszi játszó vele 2-3 órát, az kicsit hosszabb. Na mindegy, visszatérve Szolgyi, amúgy tényleg nem lenne hülyeség ez a élőbe kutatási projekt. Nyilván a elindítod a tanítást a GPU-n, akkor nem arról kell streamelni. De az még megy CPU-ról is bőven. Még nyilván amikor elindítod a tanítást, az nem biztos olyan izgalmas. Vagy csak így simán kiközvetíted a izét, a dashboardot, hogy megy a grafikon, az is érdekes. Hát végül is itt Twitch-en van egy olyan csatorna, ami azt közvetíti, hogy hogyan nő a cannabis. Az se sokkal unalmasabb. Hát figyelj, a szabályzatban nem ütközik. Hát villanyszámla. Figyelj, az én gépem 750 wattot tud fővenni max. Nem kevés, mondjuk. De az mennyi óránként? 30 forint. 35. Mondjuk ha főszorzod 0-24-be, ha megy, akkor az már tényleg nem kevés, de... Mondjuk én is így is a limitem vagyok körülbelül ezzel 30-80-nal. 750 wattos táp már... Éppen hogy. Na, hát itt úgy néz ki, hogy minden fasza. Mondjuk megint fogy a varrógépem. Mondjuk lehet, hogy most azért, mert valaki elvitte. Nem kell olyan sokat vinni abból. Havi kb. 20 000-et eszik meg a tanításod. Villanyszámlában az azért nem kevés. Hát igen, az nem kevés. Az nem kevés. Na. Nyomok még egy final checket, hogy minden rendben van-e. Meg hogy mit kell. Ugye első körben, következő alkalommal meg kéne csinálni ezt. Addigra ígérem, megtanulom, hogy hogyan működik ez a vasutazás. Itt most úgy tűnik, hogy rendben van minden. Itt a fegyvergyárat leállítottam, lehet, hogy ezt majd akár újra is lehetne indítani. Majd meglátjuk, hogy az acéltermelés az hogy alakul. Még itt leállítottam egy szemüveggyárat. Bocs, nem is figyel el. Szóltál, látod, két nagy kortyot ittam. Bocsi, ne haragudj. Na, szóval úgy néz ki, hogy ez rendben van. Hova tűnt az RTX háttér? Bebugolt. Nagyon bebugolt, ilyen újra telepítés után se tudtam összeszedni, tehát így egyszerűen kifagyott. Úgyhogy most egy kicsit úgy mellőzöm, majd ha lesz úgy időm, meg energiám, meg főleg türelmem, akkor majd egy kicsit megpróbálom kidebugolni, hogy mi lehetett a gond. Mert amúgy eddig tök jó működött, csak most, nem tudom, múlt héten vagy két hete így
leültem streamelni, és így teljesen lefosott, de úgy, hogy teljesen. Szóval... It's all coming together now. Fölvettük a kárgót. Hova kell vinni? Ide. Set sail! Jó. Dobunk mellé kíséretet. Na, szóval... bebugolt valamiért, összeomlott, de teljesen újra telepítettem a broadcastet is, a drivert is, semmi nem használt neki. New orders? Jó. Úgyhogy emiatt most kicsit hát GeForce Experience mindig olyan, ja, vannak fura dolgok, maradjunk annyiba, és akkor finoman fogalmaztam. Főleg amikor így átállítja a grafikai beállításait a játéknak, csak így. Az csodálkozó, hogy miért nem hozza a normális FPS-t. Hát fura maradjunk annyiba néha. Hát ez ilyen. Jó. Na, úgyhogy akkor itt alapvetően tényleg csak ennyi van, hogy a vasutat megjavítsuk. Szerintem. Hát lélekszámban elég jól állunk. Most már. Ez megy. Attack. De most komolyan? Tenterhooks. Oh, damn. Fleet ready? Jó, elvittünk nagymuternek a cuccot. Rendben van. Amint a konstans tökön rugdosnád magad. Hát, amúgy annyira nem szar. Tehát, valóban vannak tehát nem az van, hogy minden nap csinál valami hülyeséget. Néha. Néha. Olyan fura, de... Nem akarom bántani az Nvidia-t, mert amúgy a termékeit szeretem, más kérdés, hogy milyen cég, de ebben most nem menjünk bele. De a termékeik jó, mármint hogy a videókártyáik mindenképp. Na, szóval itt akkor rendben van minden, így sose volt gond. Ide majd le kell dobni a szőlőültetvényt, meg a olaj, ez nagyon fontos. És akkor innen fogjuk szállítani az olajat. Mondjuk akkor minek csinálok az új világba, de mindegy, nem érdekes. És akkor ez itt csak ilyen... Hát... Mondjuk egy szén itt van, ami nem rossz. Van szőlő is. Na, itt is majd beindítjuk a fejlesztést. Hát itt ez meg... Hát, te jön egy paprika fődet, vagy valami. More than ready. De ez itt mit kóváljog megint? Line of battle. Ship of the line reporting in. Attention for the Admiral.
Jó. Na, szóval itt úgy tűnik, hogy alapvetően minden rendben van. Ha a nyersanyag ellátmány persze rendben lenne. De hát az eléggé hullámzó egyébként is. Hát ez sajnos ilyen. Nézzük itt az új világot. Ship of the line reporting in. Aye. Ship under attack. Nézd meg, nem hagynak békén. Na most már valamit csinálnom kell ezzel a hercegnővel, mert csak még az a baj, hogy erősebb a hadserege. When it comes to trade, you never disappoint. Meglátjuk. Jó. Szóval úgy néz ki, hogy itt is rendben van minden. Just say the word. És ide ért a szállítmányom is. Ez nagyon jó. Good and ready. Viszont innen haza kéne vinni pár dolgot, ami ide nem kell. Hát... azokat viszik. Pezsgő. Azt hazavisszük, meg az órát. Az itt úgyse kell. Állj te meg. Körülnézünk itt is. Ez mehet a múzeumba. Rioter. Hát ez nem kell most. Jó. Jó, akkor ezt hazavisszük. Mindig rosszat nyomok. Irány Ditchwater. Kapsz egy kíséretet is. Te meg menj arrébb, útba vagy. Jó, itt meg megy a kávé, meg a kaucsuk. Az kell. Jó, itt is van, ezt is Willitől foglaltuk el. Hát olaj van itt is rengeteg. Nem kevés. Jó, hát... ezeket mind ki kéne aknázni. Aztán lehetőleg előbb-utóbb itt az új világba legalább leigázni a hercegnőt, mert hát ez azért nem olyan erős, tehát ezt meg lehetne lépni. És akkor legalább itt relatíve nyugtunk lenne. Ja. Na. Úgyhogy akkor úgy tűnik, hogy sinem van a dolog. Nagyjából. Nincs elég munkás. Mert nincs elég tortilla. Ki viszi el a tortillát? We never sink a ship if we can take it. Ready for a challenge. New orders, Admiral. Sok ez, amit itt hord. Ezt lentebb vesszük. Jó, és csak ő hord tortillát. Awaiting new horizons.
elvileg mindent ki kéne rakni. Kaucsukból marad valamennyi talán. Ja, jó. És akkor viszi a rumot a másik szigetre. Nézzük meg ezt is. Meg ebből ki kell rakni ezt a... hát valamilyen tekercset. One final look. We had taken to calling you the master, among many other complimentary monikers. Hát, ez a bankruptcy, ez pont rossz költ, mert egyébként végig pluszba voltunk. Úgyhogy a bankruptcy-ra tudunk annyit csinálni. Rám sort így. Hát, annyit csinálok, hogy ezt kicserélem consumerizembe. Surely, these are alternative facts that I'm not privy to. Most a happiness lentem megy öt, az nem olyan nagy gond. Ship under attack. Csapassuk, legalább így akkor biztos pluszba kerülünk. Keep her constant. Pont akkor jött ez is, mindjárt csak. Paces, do you? You gained an influence bonus. Na mehet. Csak ki akartam rakni ezt a cuccot. Mindjárt csak lenne annyi munkásom végre, hogy föl tudjam építeni az olajfúró tornyot. És amúgy hol a room? Itt jön a room. Meg itt jön a room, hát akkor ne hisztízzenek, mindjárt lesz room, csak hát idő kell neki, na. Idő. Egy csomó szemüveg. Ezt ki tudom már azt? Nem. Ship of the line reporting in. Türelmetlenek az emberek, az az igazság. The Yazi, sons of dragons. Elkapta a kraken. Mennyire fair dolog. More than ready. Ezek le vannak ám mint igatyásodva. She's hurt, but we'll do whatever is asked. Frigate first class. Your ship has returned from its voyage. Ez így nem szép dolog. Hát, ha már így alakult. Na, hol az a kis hajó? Mi a...
Itt volt... Ja. Összenőttek, értem. We shall prevail together. Jó. Na, mi volt a rakomány? Bicikli. Remek. Let the sails fill. Majd ha oda jutunk, akkor elvisszük. A new commission? Na, ó, rengeteg munkás van. Szuper. Na, akkor most már végre meg tudjuk építeni ezt a... Tökéletes. És akkor ezt el is kéne ide az olajkikötőbe hozni. Basszál már ki velem, hogy pont oda tettem. Wise to take time to learn the new. Na. Hát ide kéne egy híd. Vagy ide. Nem, oda nem lehet. Jó. Elvezetjük ide a hídhoz. Hát vasutas már nem leszek valószínű. Jó. Oké, itt a híd. És oda kéne elvinni, ide az olajkikötőbe. Opa. Na, fasza. És akkor most már itt szépen fog járni a vonat. Mindjárt azért végignézem, hogy... Itt még vannak gondok. Oké. Hát elvileg, akkor itt már az olajtermelés beindult. Ez szuper. És itt jön a vonat is. Na de ez az olaj... Ez hogy fog elkerülni az óvilágba? Ez a nagy kérdés. És itt van ilyen olyan rút, csak ez kell olyan hajó, ami nekem nincs. Hát igen, csak ahhoz hajó kéne. Ilyen hajót meg nem tudom, hogy honnan. Esetleg venni kéne itt a... Ah, yes, the bright young sapling! Hát ezt meg kell néznem. Na most nem esküszöm meg, hogy ez jó-e olajat szállítani, hát kárgósip. I present my humble duty to you. 300.000 dollár. Ez rengeteg. És ilyet meg nem tudok építeni szerintem, de mindjárt megnézem. Team shipyard, vagy mégis? Csak ennek is áram kell. Produces steam powered ship. Aha, hát lehet, hogy akkor ez lesz az. Még gőzhajó. Gőzhajó.
És akkor valószínű ez lesz az, ami majd gyártja nekünk a cargo shipet. Na most meg a szappan kevés. És az a igények. És ennek egyébként kéne áram. Viszonylag oké, mert ide leteszem, akkor még pont lesz áram neki. Na jó van. Ez már mindenképpen a jövő zenéje lesz. Ready for a challenge. Fleet awaiting orders. Fleet ready. Ez mindenképp a jövő zenéje lesz. Mert akkor ez az olajügy, ez akkor szerintem így fog működni. Ilyen hajó, she may look sweet, but she'll hit below the belt if she has to. Jó. Szuper, szuper rendben van. Na, úgyhogy. Srácok. Már akkor befejezzük. Alapvetően ennyit gondoltam, sőt, már is többet pörgött a dolog, mint gondoltam. De sokat haladtunk, mondom, meg kell néznem tényleg még ezt a olajos dolgot, hogy hogyan is működik. Meg kell nézni mindenképpen. Jó. De mára én megköszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a szubokat, csíreket, donéteket, followokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb hétfőn meglátjuk, hogy mivel játszunk, szerintem az Outer Wilds-zal, de majd még kitalálom. Meglátjuk. Para, így búcsúzóul mindenképp. Köszönjük, hogy szóltál. Hát igyekszem azért így 30-hoz közelítve, már azért csak nem. Jó. Na tényleg elköszönök, én kívánok nektek további szép estét, kellemes hétvégét, pihenjetek, megcsináljátok, amit akartok. Na, szép estét, szevasztok!